Örömmel számolhatok be arról, hogy a pedagógusok új előmeneteli rendszere megvalósult, ahogy ígértük. Mert azt ígértük, hogy 2013. szeptember 1-től minden pedagógus nagyobb jövedelemmel fog rendelkezni. Az elmúlt napokban megfeszített munkával a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ fenntartásában működő iskolák pedagógusai több mint 105 ezeren megkapták az átsorolásukat. Első menetben szembesülhettek tehát vele, hogy mennyivel emelkedik a jövedelmük, és október 2-án, azaz tegnap előtt már a számlájukon meg is jelent ez a magasabb összeg. Úgyhogy ez volt az utolsó pontja annak, hogy végre megszületett a felismerés a pedagógusok széles rétegeiben, hogy amit ígértünk, azt teljesíteni tudtuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a mostani béremelés az életpályának csak az első része, további lépések fogják követni, a minimál béremelkedése következtében ismét lesz egy automatikus növekedés, és 4 éven keresztül szeptember 1-én, amíg hiányzó 10-10%-ot megkapják. Valamint, ha megindul a minősítési rendszer a következő tanévben, akkor a minőségi elemek is megjelennek már a bértételekben, természetesen a jó minőségért magasabb bért fognak kapni az egyes kategóriákba besorolt pedagógusok. Ezért bárhol, ahol járok, azért ezt örömmel, tetszéssel fogadják. Most szembesülnek azzal is, hogy egyetlen egy többlet munkát nem követeltünk a pedagógusoktól, csak a korábbi tanítási órákhoz viszonyított fizetést, a tanítással, neveléssel lekötött munkaidővel és a kötött munkaidővel szabályoztuk, de ebben a kötött munkaidőben nem jelent meg egyetlen olyan többletfeladat sem, amit eddig is ne végeztek volna a pedagógusok. Ezért tehát ugyanazt a munkát kell szabályozottan, országosan, egységesen, ellenőrzötten, világos kritériumok szerint végezni, mint eddig, és az egyenlő munkáért egyenlő bér alapján megszüntetjük azokat az óriási különbségeket, amelyek kialakultak az önkormányzati rendszerben. Akinek most az október 2-án készhez vett jövedelme kevesebb, mint volt korábban, ő pedig kompenzációban fog részesülni a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ tankerületi vezetői és munkatársai egyenként minden ilyen kollégával leülnek, és a kompenzáció mértékéről döntenek, amelynek az lesz az eredménye, hogy előzetes számításaink szerint mintegy 100 olyan pedagógus lesz a 160 ezer mellett, akiknek talán valamennyivel nem fogja elérni a mostani jövedelmük azt, mint ami korábban volt. Ezeknek az okai között pedig olyan óriásira duzzasztott plusz pótlékok és egyéb juttatások voltak, amelyeket az állam jelen pillanatban még nem tud átvállalni. 160 ezer pedagógus részesül az országban magasabb jövedelemben, mint amit vele eddig rendelkezett. Az új pedagógus előmeneteli rendszer és a megemelt bérek mintegy 1,5 millió gyerek érdekét szolgálják. Ők az igazi nyertesei voltak éppen ennek a rendszernek. És azt, hogy ez sikerült az ígéretünknek megfelelően október elejéig megvalósítani, abban oroszlán részt, oroszlán szerepet játszottak a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ területi és központi vezetői, az intézmény vezetők, és nem utolsó sorban a Magyar Államkincstárnak a munkatársai, akik valóban önmagukat és idejüket nem kimélve egy nappal átéve dolgoztak azért, hogy ezt az óriási logisztikai feladatot is jelentő átszervezést, átalakítást határidőre el tudják végezni. Köszönöm szépen mindannyiuknak!